Szeretettel köszöntök mindenkit! A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának 8. végosztályában alakult RFM, azaz rövid frappánsági csoport tagjai vagyunk. Az én nevem Magatos Gergő. Az enyém pedig Körülfi Ákos. És most lássuk a kísérletet magyarázatát. A kísérletet elindító golyó egy madzaggal van rögzítve. A madzagot egy borszeszélyű lángjával égetjük el. A golyó három lejtő halad végig, amely egyszerű gépként hozzájárulnak a golyó sebességének növekedéséhez, így még annak mozgási energiája. A golyó végül egy műanyag pohárba landul, ami a madzag segítségével áthalmezve egy csigán és egy közökhöz kapcsolódik. Amíg meghúzza ezt a madzagot, a közök elmozdul a helyéről és egy inkább erősített mágnes indul útjára. A mágnes egy autóhoz közeledik, amihez szintén egy mágnesre rögzítettünk, úgyhogy azok feszítsák egymást, ezért az autó előre fog haladni. Az autó egy célszállal van hozzá rögzítve, így látható bürett a csapjához. A bürettában nátriumhidroxid oldat található, amely egy oldalcsőben rálátott kémcsőbe folyik. Ebben a kémcsőben sósav van, és amelyben néhány cseppen oktalány cseppet tettünk. A nátriumhidroxid és a sósav reakciója ezen az egyenleten van feltüntetve. Nátriumhidroxid és víz képződik belőle. A folyadék szín növekedésével folyadék bomlik át az oldalcsőben egy hasonló kémcsőbe, amely kalciumkarbidot helyeztünk. A kalciumkarbid és víz reakciója itt látható. Acetilén-gáz képződik és kalciumhidroxid. Az acetilén az oldalcsőből keresztül próbál távozni, ahol egy léggömböt tölt meg. A lufi felfújódása a dominó ledőlését eredményezi, emiatt feldől a dominó elv alapján az egész dominósor. Az utolsó dominó feldönti az itt látható mérlekhintának az alátámasztását. A mérlekhint a másik végéhez egy célnát rögzítettünk, amelynek a másik vége egy nátriumkloriddal teli edény alátámasztását képezi. Mikor a mérlekhint a feldől, a nátriumklorid a vízbe borul, így a következő ionok keletkeznek. Akkor az itt látható áramkör záródik. Most az áramkör részeit. Az áramot egy napelem szolgáltatja, amelyet egy lámpával világítunk meg. Az áramkör fogyasztója egy villanymotor, amire a Chem Generation logóját rögzítettük. Az újrahasznosítás nevében megújuló energiaforrás használtunk az áramkörben. Mégis mi lehetne megújulóbb egy napelemnél? És a dekorációt is régi írásvetítő fóliák képzik, ezt is újrahasznosítottuk, valamint az autó lámpájának alapzatát egy régi videókazetta és néhány régi magazin szolgáltatja. Köszönjük a figyelmet!